Na, egészségetek rá. Harmadszor. Télen az borzalmas lehet. Szia Csabi! Ucsó, miért nem jó? Basszeg. Nem is a felkelés. A felkelés az se jó, de... Mit tudom én, télen, amikor sötét van, hideg van... Na bazd meg. Sötét van, hideg van, szuper szar. Meg is fagysz. Az igen, az kurva jó lehet. Na az! Hagyj már.
nagyon király, lángosos. Na, FLD itt valami 1600-at mondott a sós, sima sós lángosra, de hát ki eszik olyat? Ja, mondjuk mondta, hogy miért. Sima, mert hogy visz magának izét sajtot meg tejfölt. De miért? Ez a hacknek. De miért? Ezeket van már rég abba, hogy nem is szünetet tartani. Mi 8-20 a sajtos tejfölös, vagy mi? Az valami vicc. És ezért mekkora sorálót, vagy mi? Vagy mi? Esetleg rendelni lehet, Csabi, amúgy. Nem lehet rendelni tőletek. Most mi az, hogy ez megéri, bazzeg? Hát, hogyha veszik mint a cukrot, akkor biztos megéri. Na, nagyon kedves, nagyon kedves. Nem biztos, hogy tudok arra menni. Ezért gondoltam, hogy esetleg, hogyha úgy van, akkor rendelnék. De hogyha arra járok, akkor mindenképp. Köszi. De gondoltad, hogy nem engedem, hogy ingyen adjál. Igen? Hát nem vagyok nagy piacos már. Honnan tudod, hogy merre van tőlem? Az. Igen, észrevettem már, mint hogyha követnének többször is.
a franc. Saj, tejföl, sonka, lila hagyma. Nice. Trixel, hát gondolom olyat is csinálnak te. Nincs olyan, ahol nem csinálnak fokhagymát, nem csinálnak fokha... Mi? Ja, nincs olyan. Jó mondta? Azt mondtam. Mi? Van. Van egy hely, onnan szoktunk Dórival rendelni ha lángost, és ott az meg, ott minden van. Töltött lángostól kezdve, de az is, hogy az meg ott is majanok. A bolonya is, jaj, miért jobbra ugrottam? Na, bazd meg. Bolonya is lángos, meg mexikói, meg a tökömös. A minden lófasz van. Miért jobbra ugrok, amikor csak burálok? Hát jó, vágom én is. Csak mondom, hogy Twisternek, hogy itt azt hiszi, hogy... Na, én mondjuk ott kipróbáltam egy ilyen négy sajtosat, ami ugyanúgy sajt tejföl, csak van még rajta még pluszba háromféle sajtos, azt hiszem, mit tudom én. Nem is tudom, feta sajt talán, mozzarella, meg nem tudom, füstölt sajt, meg paprista, talán így. Az úgy nem volt rossz. Nutellás! De miért, basznek? Nekik ez a lángos, ez nem, izé... Ez nem az, ami nekünk lángos. Ők, basznek, azt hiszik, hogy ez itt ilyen édes szar. Az nem lángos, basz meg! Az a palacsinta! Pokettino, hello! Nutellás pizza, na az még, az de jó lehet. Miért? Miért? Ehetnél sima jó pizzát, és akkor kérsz mellé egy nutellás mondjuk palacsintát. De áh! Na mi van, szikerjük, akkor mehet a Tarkov? Hello! Szia! Mindenképp ott.
Mondjuk én a hortobágyi palacsintát sem szeretem úgy igazán, vagy nem tudom. Tehát én a palacsinta nekem az édes. De morondír, meg szélefejt. Az igazság, hogy nem láttad ezt a pályát, mert volt meg 100 órán keresztül ez a pálya, csak fejjel lefele. Nem azt mondom, hogy rossz, mert csak nem tudom, nekem a palacsinta az édes. Na, mint ez nagyon kedves, Csabi, ez nagyon kedves, de én biztos fizetnék akkor is, ha mondanám. Így se tudom visszaadni ezt a sok szabot, meg örömet, meg élményt, amit itt okoztunk egymásnak, vagyis hát igazából ti nekem. Szóval, de ez nagyon, nagyon, nagyon kedves. Na mindegy. De menjetek amúgy mindenképpen. Elvileg ilyen lángos sehol máshol nincsen. Nem, úgy tényleg nincs. Minden mondhatom, a kontinens kódot. Csabinál a kontinens kóddal nagyon baszó lángos lehet. Még vissza lehet esni, de ez már a vége fele vagyunk. Ez ilyen 80%. Na várj, itt hogy ez hogy kéne? Természetesen nem jó. Telibe, de azért megpróbáltam. Ha jó lett volna a telibe, akkor nem ízi lett volna. De tényleg amúgy nagyon olcsó. Feldi itt azt mondta, hogy mi a Balatonon valami 1600 a sós. Hát akkor kettőt össze a Csabijéknál. Kéne.
Azért nem fog tudni felugrani. Jó. Bent a like, bent a like. Az meg itt biztos rohadt meleg lehetett lángosozni, mikor 40 fok volt a rohadt élet. Hopp, megvan az egy kicsit spékelve, nézd már, Gergi. Csúszós. Van. Azt a kurva. Igen. Nem tudom, nézzétek, nyomjátok, nem tudom a reklám, hogy van. Nem is vágtam. Wow. Ez itt túl, ez biztos nem jó. Gondoltam. Ja, akkor arról beszélt Csucsi. Nem értettem. Mert volt valami új ilyen reklámozós baszás a Twitchnek, de nem vágtam már. Hogy akkor, de akkor ez, hogy nyomják, most elvég ugye több reklámot nyomnak, de most már az van, hogy megy mellette a stream. Tehát, hogy így közben megy a stream. Tehát, hogy nem szakítja meg. Mondjuk, te az érdekes, hogy azért a suboknak is van. Ja, de nem vagytok szubok azért. Semmi. Jó. Azért gyanús volt. Persze Szintrox nincs elünnepli meg, mert azt hiszem én fogom megünnepelni neki. Ujj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 
ugyanolyan emberek valahol, ugyanolyan emberek, mint a nem plebek. A szabok. Valahol. Aj! Tücsök pöcs. Mint hogyha ez valami... Jó, hát valószínűleg tehát vicc volt nyilván. De azért, mint hogyha ez valami, nem is tudom, megfelelés lenne, hogy na jó, van, akkor nem szabolok. Tehát, hogyha szabolsz, akkor hát valószínűleg azért szabolsz, mert így jó, vagy nem tudom. Nem azért, mert hogy így valaki mond valamit. Figyelj már, ezt hogy úrod? Várjál, üzenet.
Ez itt nagyon geci. Innen kell ugrani, de el van takarva. Cserébe inkább lesétáltam jobbra, vagy mi balra. Ja, de most nem is az, hogy most nem, én sose szoktam, vagyis hát volt már, hogy megkérdeztem, hogy azt hiszem, talán Bencét kérdeztem meg, hogy ugye régen szab volt, aztán talán nem volt szab, és hogy akkor miért, csak egy kíváncsiságból. De hát most én sose szoktam így mondani Max Poénból. Viszont így, tehát hogy ha valakit az így eltántorít, mert a cseten így valami van, vagy nem tudom, az... Jó, mondjuk valahol megértem, de valahol meg így, tehát... Baszik, tehát lehet a csetér is szabolni, de általában inkább a streamer miatt szabolsz. És akkor meg az, hogy na... Nem, csak azt mondom, hogy azért, mert most valaki mondott, hogy valami volt, és ezt nem is értem. Na mindegy. Hát leíratod. Ja, most ezt nem neked mondtam, Danka, ez inkább ilyen beszélgetésszerűen így. Vasz? Nyomj még. Azt mondta, hogy egy meccs vagy, hogyha nyernek, akkor több. Azok, hogy nyertek. Hát nem tudom. Itt láthatatlan baszás van. Hát ő most mindenki oda szabol, ahova gondolja. Nem az, nem is az csak. Tehát vagy az van, általában ilyenkor általában, hogyha láthatatlan a dolog, akkor teliugrást kell csinálni. Általában. És most vagy jobbra, vagy balra teliugrást kell csinálni. Először megnézzük balra. Hát, ez nem jött be. Jobbra lehet, hogy működik, de az is lehet, hogy az alatta lévő képernyőnél, mert általában ezek a transitionok, ezek mindenképp full ugrások, főleg, hogyha láthatatlan a dolog, mert egyébként kurvára nagy szopás lenne. És ez azért nem akkora szopás, ez a map. Nem tudom, hogy nyertek-e, de hát azt mondta, 6-tól játszanak, és azt mondta, hogy egy meccs, hogyha kikapnak.
Na mindegy, igazából ezért csak azt akartam mondani, hogy ha valakit most ez így az eltántorít, hogy mit tudom én, kretem valaki valamit mondott neki, az nem tudom. Na nézzük innen. Tessék, bravo, jó játszva, ugye? Jó, tehát hogy ezt kitalálta ki. Bravo. Ott len, ott van, ott van. Na re. Hát nincs itt az öreg, baszány. És így be kéne ugrani a sátorba? Na, az bravo. Gyönyörű beugrás van. Hogy ennyi a vége? Nem, be kell ugrani a sátorba, én azt mondanám. Mi? És? Mi lett volna, hogy ott leesek? Na tessék. Jump King! Visszafelé! Yoda eltűnt, nem tudjuk hol van. Reverse Babe! Jó volt. Ezért volt egy-két nagyon geci rész, de, vagy nagyon geci ugrás inkább. Ahogy azok után ez a vége például, ez Ramon bácsi. Köszi szépen az Andy Szabot. Kösz. Köszi. Igen, világrekord. Magyar bajnok. De mindjárt jövök. Na, hát, végülis 3 óra, 19 perc. Hí, kicsit. Jó, tegyük hozzá, hogy 30 percet szenvedtünk ott, ahol búgos volt, de nem mindegy. Rekord az így is áll. Meg, igen. Na, hát Dani nem végzett, Skyler meg még nem ért haza. Akkor addig, nem tudom. Megnézzük tovább a retro sokkos videót, még Skyler hazaér. A szó videó. Még eszek. Most kivételesen nem kajás videó az evéshez. Hülye modderszek.